Sziasztok! A mai nap egy olyan témáról akarok beszélni, amit már részlegesen érintettem korábbi videókban. Ez pedig a transhumanisták kontra természet szeretők témája. Ugye, aki szemfüles, az észrevehette, hogy most már egyre kevesebb ember veszi be ezt a jobb kontra baloldali skizoid hazugságot, és helyette a dualitáson belül egy másfajta kettévállás és szembenállás kezd kirajzolódni. Ez pedig a transhumanisták és a természet szeretők. Most fontos definiálnom a fogalmakat, mielőtt belekezdenék ebbe a témába. Mészségeiben ugye a transhumanizmus hát, felszínes definíciója, vagy úgymond wikipédiás definíciója az az, hogy hát kvázi az emberi idézőles evolúció, vagy emberi előrelépés a technológia által lehetséges. Az ember kvázi biomechanoid de alakítása által, különböző augmentációk által ez ugye eléggé szertágazó, de ez a úgymond a wikipédiás, vagy a, a, felszínes definíciója a transzhumanizmusnak. Nekem viszont van egy sajátos interpretációm, ami jóval szertágazóbb és több rétegű, ami nem csupán az emberi technokrata vagy technológiai evolúcióról szól, hanem egy, egy agendáról, egy propagandáról, ami, aminek mindenféle vonzata van. És lassan az életünk minden területére elérnek a szálai. Egész pontosan az, a tra az én általam megfogalmazott definíció a transzhumanizmusnak az egy olyan mozgalom, Amelynek törekvései között az emberiség teljes robotizálása, és az emberi lélek, szív, és minden nem konvencionális és nem materialista aspektusa az emberi létnek, ezeknek a kiiktatása mit értek pontosan ez alatt? Ez egy fokozatosság. A fokozatosság elvét követik itt is az illuminátusok. Tehát nem arról van szó, bár meglepett a 2045 projekt, ugye, ami, amiről már készítettem videót, a második videómáról szólt, ahol nyíltan bevallották, hogy mi a célja. Ugye az emberiség egy gyakorlatilag feltöltsék robottestekbe, meg hologramokba. Teljes mértékben lecserélve a természetes emberi testet. Tehát ott nyíltan bevallották, hogy mit szeretnének. Viszont most kezd kiderülni, hogy ezt sokkal alattomosabban akarják elérni, mint ahogy azt úgy lépésenként felrajzolta a 2045 Avatar projekt promóciós videója. Apránként akarják egyrészt az elménket, én, tehát első lépésben az elménket, a tudatunkat, a tudatalattinkat, és csak másodlagosan a fizikai testünket hozzászoktatni, illetve felkészíteni a transhumán átalakulásra. Na most ö, nagyjából ezzel zárnám a definíciót. Tehát ez, ez, ezt így, mert így egy mondatban én nem tudom definiálni ezt a transhumanista mozgalmat. Mert mondom, olyan az, és még nem tértem ki minden területére. Tehát ebben benne van a gyógyszeripar, az egészségügytől kezdve minden. A jog, az oktatás bőven, könnyékig benne van az oktatás, az oktatási rendszer, és ez sokkal messzebbre vezet vissza a történelemben, mint hinnétek. De beszéljünk egy kicsit a idézőjeles másik oldalról, ami ugye a természet szeretők csoportja vagy, vagy, hát mozgalomnak nem nevezném. Természet szeretők per hagyomány szeretők, ezt így hozzátenném, Öhm. Ezt is kifejtem majd, hogy miért. A természet szeretők alatt mit értek? Ezt is definiálnám. Ö, gyakorlatilag azokat az embereket, akik a hagyományos gyógyászat, a népi gyógyászat, a gyógynövények, az immunrendszer, a természet szeretete, úgy általában erdők, Különböző természeti tájak, természeti egységek szeretete és tisztelete. Tenger, tavak, óceán, stb. Nem összekeverendő a hamis. Úgy nevezett, környezetvédő. Ö Csoportosulásokkal és mozgalmakkal, amelyekről egy kicsit kell megkapargatni őket, és már is rájövünk, hogy annyira mégsem környezetvédők. Tehát nem, nem a konvencionális környezetvédő csoportokról beszélek, hanem a tényleges természet szeretőkről, akik nem abban látják a megoldást, hogy milliókat vagy milliárdokat gyűjtenek össze hanem apránként, apró, kis, mindennapi tettekkel végzik el a tényleges környezetvédelmet és környezettisztítást. De nem is ez a ez csak egy része. Alapvetően egy egész mentalitásról van szó, ami a... és egyre inkább a konvencionális orvoslást, a haj, ö, amit nem neveznék hagyományos orvoslásnak, hanem a mondjuk úgy az industrialis, industrialista per gyógyszeripari orvoslást, hát ha nem is veti el teljesen, de azért bőven megkérdőjelezi. Semmiképpen nem, támaszkod rá száz, nem támaszkodik rá száz százalékosan. Emellett még kiegészíteném a definíciót azzal, hogy ezek a idézőles természetszeretők a nem csak, nem, csak, a materiális, meg a materialista irányzatokban is, világnézetekben és területekben érdekeltek, hanem a a nem materialista, tehát spirituális, per asztrális, per éterikus, per stb. stb. tehát csak rák, alternatív gyógyászat, természetesen meditáció, pszichológia, léleggyógy, nem összekever, nem pszichiátria, hanem pszichológia. Tehát a, a lélek és a szív hangja felsőbén. Tehát egyáltalán az, hogy létezik lélek, és hogy ezzel foglalkozni kell, sokkal fontosabb, mint hogy milyen mérgeket, meg gyógyszereket veszel be napi szinten. Persze itt is vannak eltérések, ahogy a transhumanizmuson a belül is vannak eltérések, és nem minden természet szerető hisz a spiritualitásban, meg a spirituális nézetekben, ahogy nem minden transhumanista akarja a teljes transzhumáni átalakítást sem. De, a, de alapvetően. Sok minden, tehát nagyon sok átfedés van a transzhumanisták között, ahogy a természet szeretők között is. Miért akarok erről beszélni? Mert most a COVID kapcsán kristályosodik ki ez az idézőles ellentét a leginkább. Na most ezt ne ilyen kizárólagos, ellentétként fogjátok fel. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy természet szerető feltétlen elutasítja, amit a robotika, meg a transzhumanizmus transhumanizmus minden aspektusát. Nem. Tehát uh, én magam sem, tehát én, én személy szerint uh, inkább nyilván a természet szeretők táborát uh, gyarapítanám, de például egy, most így, egy szélsőséges példát hozzak elő. Egy ember, akinek mondjuk, aki mondjuk elvesztette a karját vagy a lábát, vagy akár úgy született, hogy ö, nem minden végtagja ö, lett egészséges, és emiatt ugye hátrányt szenved, azoknak az embereknek én maximálisan támogatom, hogy egy... Műkézzel, műlábbal úgymond kiegészítsék az életüket, és ezáltal idézőjeles, teljesebb értékű életet éljenek. Én abszolút, tehát nem erről beszélek, ez egy teljesen más téma, ha bár része valamilyen szinten a technológiai augmentációnak, de ezzel nekem semmi problémám nincs, sőt, ha például egy vakembernek vissza, ö, akár visszaadják a látását, ha elvesztette, vagy hogyha eleve vak volt, vakon született, és, ö, és végre láthat, vagy vagy süketen született, és végre hallhat, az egy eszméletlen ajándék, és csoda, és, és én maximálisan támogatom. Nem erről beszélek, amikor a transzhumanizmus idézőjeles sötét oldaláról beszélek, hanem arról, ami az indokolatlan átalakítása az emberi testnek. Vagyis egy teljesen egészséges testbe például benyomunk egy olyan vakcinát, mrna vagy egyéb vakcinát, ami módosítja a génállományát az embernek. Vagy beépül a gen az emberi genomba az, amit belefecskendeznek, vagy nanorobotok alakítják át belül. Még egyszer mondom, hogy teljesen egészséges emberi testről beszélünk, ahol indokolatlan mindenféle ilyen intrúzív beavatkozás. Vagy akár a 2045 projektnek a nyíltan bevallott törekvése, hogy teljesen egészséges embereket is akár lecseréljenek robot testre. Úgyhogy indokolatlan ez is, hogy nem betegekről van szó, hanem egészségesekről. És számomra ez már, ez már elég egyértelmű, hogy, hogy valójában hosszú távon milyennek a célja. És onnantól kezdve, hogy a természetes testedből kivesznek, úgymond, onnantól kezdve a természetes tested adottságait már nem élvezheted, és ez már is kapcsolódik a nem fizikai képességekhez. Tehát például, egy nagyon egyszerű példa, a így, amelynek elcsökevényesítése, illetve elmeszesítése, hát jó régóta elsődleges prioritás az illuminátusok számára. Ezért van az, hogy nyíltan bevallják, hogy fluoridozzák a csapvizet, a fokrémeket, holott már egy korábbi videómban bebizonyítottam, hogy a fluorid bizony elmeszesíti a tobozmirigyát. És, de visszatérve, hogy mit akartam ebből kihozni? Ha például neked a tobozmirigyed el van messzesedve, akkor nem tudod használni. Nem tudsz például asztrálisan kivetíteni, de az intuíciód is letompul. Az meg, hogy melatonin nem termel normálisan a tobozmirigyed, és nem tudsz normálisan aludni, az már igazából egy, egy, egy mellékes mellékhatás. Tehát másodlagos, sőt, ha egészen őszinte akarok lenni, huszadlagos dolog ahhoz képest, hogy a spirituális képességeid hol tarthatnának, amennyiben nem lenne elmeszesedve. De az a helyzet, hogy még ha el is van meszesedve, tudod mézteleníteni. Tamarindal, bórakszal, rájamájolajjal, lajjal stb. megvannak erre a módszerek. Azonban, ha téged kivesznek a fizikai testedből, és beraknak egy robotba vagy egy hologramba, ott már nincs tobozmirigyed, amit mézteleníthetnél. Nincs tobozmirigyed, amit tudnál használni kapuként, vagy egy interdimenzionális szemként, vagy egy antennaként, akár a felsőbb felső béneddel való kapcsolatfelvétel érdekében. Tehát ki van iktatva teljesen a spiritualitásodnak egy kapuja, úgy, ahogy van. Tovább menve, az emberi test bevaló való kivétel után is, mondjuk egy robotikus vagy bármilyen mesterséges testbe való beültetés után a csakratikus rendszered úgy, ahogy van, szintén ki van iktatva. Mi az a csakratikus rendszer? Gyakorlatilag a belső szerveidnek, és általában mirigyeid közelében elhelyezkedő energetikai hát gömbök. Fogalmazzunk így, vagy vagy labdák, amelyek az adott területtől függően különböző frekvenciát, színt és hangot képviselnek. És ezáltal funkciót is. Példa a emésztés végterméke, tehát úgymond a kipufogó, az, ami a többek között, ami a gyökércsakrához kapcsolódik, ami ugye vörös. Ugyanakkor a koronacsakra, ami a fejtetődön van, az kifejezetten már az idézőjeles felső világokkal való kapcsolatfelvétel céljából van ott, ahol meg ugye védelem céljából is. Tehát mindegyik csakrának meg van az adott funkciója. De ezek, ezen csakrák a fizikai testedhez vannak hozzárendelve. Nem egy robottesthez. Nem egy hologramhoz. Tehát amennyiben téged feltöltenek egy robottestbe vagy hologramba, az mind a hét csakrád, amelynek megvan a maga funkciója, ki van iktatva szintén. Tehát ezt most csak azért sorolom fel, hogy nekem mik az alapvető problémáim a végtörekvéseivel, tehát a transhumanizmus végtörekvéseivel. Ez, hogy olyan alapvető természetes funkcióktól foszt meg, ez az átültetés, ami a normális emberi lét alap kelléke, kellene, hogy legyen. Na most az, hogy a testnek eleve van egy öngyógyító funkciója, ezt meg sem említem, hiszen a transzhumanisták pontosan arra hivatkozván szeretnének kialakítani egy robotikus társadalmat, hogy hát, hát az nem rákosodik el a robottest, a fém nem rákosodik el, annak nem lesz klerózis, multiplexia, meg mindenféle egyéb betegsége, nem lesz Alzheimer-kor. Tehát mi nem lesz szükség be gyógyszerekre, mert nem lesz betegség sem. Ezáltal persze egy egészségügy is megszűnik. Tehát gyakorlatilag csak néha megolajozzák, meg nem tudom, mit csinálnak azzal a robottesttel, és kész. Erre appellálva fogják majd bátorítani a transzhumanista átültetést. Mert hogy úgy szenvedtek a ráktól, a különböző betegségektől, hát ki ne akarna megszabadulni ezektől, hát ők majd felajánlják, hogy hogy igaz, hogy a természet minden egyes betegséghez szintén felajánl megoldást, de hát a status quo, az egészségű status quoja nem hogy ő, ignorálja bűnnek tartja a természetből való táplálkozást, tehát körülbelül olyan fasiszta, illetve inkvizítor szerű hozzáállással üldözi, mint középkorban, a középkorban is, és ezt korábban már említettem, hogy igazából a transhumanizmus gyökerei a, közép, a, sötét középkor judeokeresztényi boszorkány üldözéseiben gyökeredzik. Ugyanis a biblia követő judeokeresztény főpapok és pápák és egyéb Egyedek, szintén üldözték a természetből való táplálkozást és a természettel való kapcsolatfelvételt. A transhumanizmus alapjait ők fektették le. A felvilágosodás utáni gyógyszeriparon alapuló egészségügy már csupán erre építkezett nyilván nem judeokeresztényi per bibliai alapokból, hanem kifejezetten materialista alapokból. A transhumanista gyógyszeripari konvencionális gyógyászat imádók egyik jellegzetessége, hogy tagadják az alternatív gyógyászat hatékonyságát. Legyen szó gyógynövényekről, tinktúrákról, vagy bármi másról, ami eltér a konvencionális orvoslástól. Például ők a gyógynövények hatékonyságát is gyakorlatilag kruzslásnak tartják, és teljesen tudománytalannak, dacára annak, hogy több tudományos bizonyíték is szolgál arra vonatkozólag, hogy igenis működnek a gyógynövények és a gyógynövénytinktúrák bizonyos betegségek kezelésében, akár hosszú távú kezelésében is. Példának álljon itt a Bastir Egyetem cikke, amely az Alternatív és Kiegészítő Terápiák című folyóiratban jelent meg 2006. júniusában. A cikk címe: Botanikai gyógyszerek a palzsmirit szabályozásáért. Ebben a cikkben hosszas részletezés után arra a konklúzióra jutnak a szerzők, hogy többek között az infüvek, a citromfű, valamint a gyöngyköles palzsmirit túltengésre használt hagyományos gyógyszerek olcsó és biztonságos helyettesítői lehetnek a jövőben ez mondanom sem kell, nem kifizetődő egy tömeggyártó cégnek, hiszen annak nem érdeke, hogy meggyógyulj, hanem hogy újra, újra, újra és újra rendelj, meg vegyél a gyógyszerükből. Márpedig, hogyha helyre rak egy mondjuk gyógynövénytinktúra, vagy valamilyen nagyon erős gyógynövényfőzet, vagy akár nyers fogyasztása, és aztán már nem kell ezzel foglalkoznod a betegséggel akár évekig, hát már pedig a gyógyszeripari cégnek kell a bevétel. Tehát ennek nem, nem érdeke. Ezért is van még továbbra is üldözve igazi inkvizitor módon például a gyógynövény használat. De a gyógynövények csak egy az alternatív gyógyászat tengeréből. De nagyon sok módszer van. Van, aki például a lélekkel foglalkozik elsősorban, amikor gyógyításról van szó. Szóval ugyanis nagyon sok betegség, és ez szintén tudományos kutatások tömegeivel bizonyítható, lelki eredetű. Ezt személyesen is tapasztaltam. Volt valaki, aki egész életében teljesen egészséges volt, Személyesen ismertem, történt egy tragédia a családban, és sorra jöttek a rák, a szürkehályog, a cukorbetegség, a trombózis egymás után. Addig pedig semmi baja sem volt. És közvetlen a trauma után jöttek ezek sorra. Tehát ähm, igen, tény és való, hogy a lelki állapot nagy mértékben befolyásolja a fizikai állapotot. Na most a gyógyszeripari egészségügy az ezt is tagadja. És azt állítja, hogy semmi ilyesmi nincs, Na, kizárólag genetikai eredete lehet mindenféle betegségnek, és kuruzslás azt hinni, hogy a lélek eleve, hogy létezik, de az, hogy a lelki állapota biológiai testre kihatással van, hát ez, ez kifejezetten őrültség. Na most dacára annak állítják ezt, hogy ezt is tudományos kutatások bizonyítják. Mármint, hogy igenis kihatással van. Erre is jöjjön egy tudományos példa, méghozzá a pszichoterápia gyakorlati és kutatás nemzetközi folyóiratának cikkében, melynek címe az érzelmek elnyomásának következményei a fizikai és mentális egészségre, valamint az általános egészségre nézve. Itt ebben a táblázatban felsorolták Abbas 2005-ös kutatásának eredményeit, amelyben az érzelmek elnyomása következtében fellépő betegségek vannak felsorolva, úgy, mint hipertenzió, málkosi fájdalmak, dermatitis, viszketés, fáradtság, pajzsmirigy diszfunkciók, irritábilis bélszindróma, bénulás, fejfájás, szexuális diszfunkciók, stb. De térjünk rá arra, hogy konkrétan a transhumanizmusnak melyek azon aggasztó aspektusai, amelyek én úgy gondolom, hogy mindenképp veszélyeztetik az emberiséget transhumanizmus jelenlegi leghíresebb arca Elon Musk, aki nemrég bemutatott egy sebészrobotot, amely olyan nagy fog elvégezni, reményei szerint, amely során az emberi agyba egy implantátumot helyez, amely összeköti az agyat egy számítógépes rendszerrel. Úgyhogy gyakorlatilag már arra van szó, hogy az arcotokba tolják, hogy mit terveznek, hogyan fogják fokozatosan átalakítani a természetes, egészséges embert először agy számítógép interfészekkel, majd fokozatosan egyre intrúzívabb és egyre invazívabb beavatkozásokkal teljesen átalakítani a természetes embert transzhumánná. De meg kell említenünk, ha már transzhumanizmus és a transzhumán kialakításáról van szó, a rekombináns DNS vakcinákat. A rekombináns DNS vakcina egy olyan plazmid tartalmú vakcina, amely a kóduló antigén DNS szekvenciáját tartalmazza. Azaz, a DNS vakcina egy adott vírus genetikai kódjának, ami lehet DNS vagy RNS, egy részét tartalmazza, amely immunválasz előidézésére hivatott. Tehát gyakorlatilag már egy idegen DNS-t akarnak belevezetni az emberbe vakcinákon keresztül. Ez is része ennek a transzhumanista agendának. És ott van egy még veszélyesebb ága a transzhumanizmusnak, méghozzá a nanotechnológia. Egyre nyíltabban beszél már egyre több cikk arról, hogy mind a vakcinákban, mind az általános gyógyszerekben Szeretnének alkalmazni nanotechnológiát, nanorobotokat, amelyek idővel már kvázi teljesen átveszik az irányítást a belső szerveink és az egészségünk felett, folyamatosan monitorozva a sejtjeink állapotát, stb. Ez már gyakorlatilag fém, szó szerint fémes, robotikus anyagok bevezetése a testünkbe, amelyek aztán ott maradnak. Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy lépésenként tesznek minket transzhumánnál, legalábbis ez a cél. És mint mindig, most is rajtatok múlik, hogy mi történik, meg mi történhet. Tehát ti döntitek el. A szabad akarat továbbra is biztosítva van. Ti dönthetitek el, hogy melyik a szimpatikusabb. A transhuman robot ember verzió, a biomechanoid amely fokozatosan veszti el a lelkét és a szívét. Ugyanis gyakorlatilag azért kezdték el iparszerűen fejleszteni a különböző nanotechnológiás és transzhumanista egyéb technológiákat, hogy fokozatosan leválasszanak titeket a szív hangjától, az intuícióról, ha úgy tetszik, forrásról, mindenki a felsőbbén hangjáról, mindenki úgy nevezi, ahogy akarja. És amit nagyon fontos részben tartanatok, hogy mi az a, úgymond, aduász, ami a kezükben van néhány emberrel szemben. Ez pedig a betegségek és a halál. Ugyanis ez a két legnagyobb félelme nagyon sok embernek, a betegség, illetve az azokhoz köthető fájdalomtól való félelem, valamint a haláltól való félelem. És a transzhumanisták, ahogy ezt a 2045 projekt nyíltan kifejti, halhatatlanságot akarnak felajánlani nektek. Nincs többé beteg test, se rák, se egyéb, egyéb betegség, se halál. És hát nagyon sokan az a baj, hogy benyelik ezt, és elhiszik, hogy igenis, csodás dolog is, és halhatatlan leszek, és Istenné válok. Ez az új Istenné válás, az apoteózis technológiai kivitelezése. Én személy szerint nem hiszek abban, hogy ez működik. Hosszú távon legalábbis semmiképp sem. Én úgy gondolom, hogy de ez csak nyilván személyes meggyőződés, a természet mindig felül fogja írni a technológiát. Nincs olyan betegség, amire a természetben ne lenne gyógyír, beleértve a rákot. Úgyhogy a döntés rajtatok fog állni. Én köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!